Egy katona azért katona, hogy tudjon lőni, verekedni, tájékozódni, és meglegyen minden olyan képessége, amit egy civil nem tud, és nem is tudhat. Hallhattuk a definíciót Zöllei Zoltán, a Magyar Közelharc Kézitusa Szövetség elnökének megfogalmazásában. Zöllei Zoltán foglalkozik kadétképzéssel, rendészeti oktatással, valamint önvédelmet tanít civileknek a Táncsics Művelődési Házban. A mai napig aktív katonával az otthonosan kialakított szövetségi bázison beszélgettünk, amit ő maga csak úgy hív, a pofonok völgye. Most az előző adásunkban vetített beszélgetés következő részét láthatják. Térjünk vissza az elejére, amikor említette a fegyvereket, ami nagyon-nagyon megfogta. Aztán nyilván belecsúszott abba az irányba, ahol a test maga egy fegyver. Melyik az izgalmasabb, az a legizgalmasabb harc, amikor csak maga a test a fegyver? Az önvédelemben igen, katonai jellegben én vesztes vagyok, ha nincs nálam valamilyen eszköz. Tehát ez egy érdekes dolog. Persze az önvédelemben is, ha nincs egy szükségeszköz nálam, egy mobiltelefon, egy kulcsomó, vagy bármi, amit használok, de ez megint egy kétélű fegyver. A kéz, a láb mindig kéznél van. Viszont nem, lehet, hogy én nuncsakuzok, hogy ez egy nagyon jó távol-keleti eszköz, mindenki nuncsakuzott, meg mindenki szaival, ez villával, meg egyéb távol-keleti eszközökkel hát dolgozgatott. Aztán mondtam, hogy színházba is viszed magaddal. Éppen tehát az a helyzet, hogy én gyakorolhatok, és itt jön megint, hogy mi a hatékony része. Én azt látom, és bár nem szerintem, de most már 40 éve nagyon sok harcművészetben, nagyon sok eszközzel, tehát fegyverekkel is találkoztam, még mindig az ember, az a kis pszichoszomatikus egység, ugye, hogy van kézzel, lábbal, még mindig az a legjobb fegyver, mert az kéznél van. Tehát minden egyéb, azt csak hozzá képzelhetjük, azt itt jön az intelligencia rész, itt jön a leleményesség, így mondom, hogy lehet a külső környezetet még segítségül hívni. De ezt én lecsupaszítom, és egy az egybe beszélgetünk, akkor meg kell tanulni ütni, rúgni, és lefordítom most ezt, hogy ütni, rúgni egy dobást, tehát egy földreviteli technikát, vagy bármit, tehát vissza kell mennünk az alapokhoz, mert ezeket nem tudjuk megspórolni. Amit meg szintén nem tudunk, hát nem megsporolni, hanem megúszni, hogy az ember idősödik. És hogy nyilván minden kornak megvan a maga támadási és védekezési, nem csak technikája, hanem lehetősége. Hogy nyilván nem bántásból kérdezem, de biztos eszébe jutott az, ahogy itt telnek az évek, hogy nyilván fizikailag is, ahogy változik a test, az önteste is, hogy hogyan tud átalakulni ez a fajta tudás a kornak az előre haladtával, mivé alakul? Ezt mondjuk rutin. Hogy hogyan változik? Rutinnak. Tehát én azt mondom, nyilván nem lehet, meg mindenki öregszik. Már szemüvegkel egyes dolgokhoz. Már tenisz közben nem érem el a labdát, agyban igen, de már testben nem. Nyilván a gyerekek, a fiatalok gyorsabbak, erősebbek. Állóképesség érdekes, mert azért még elkocogok velük, mert azt szinten lehet tartani. Az nyilván napi gyakorlatban vagyok, nem dohányzom, stb. Akkor azért úgy lehet tartani a lépést. De alapvetően valóban megromlanak képességek. Erre mondom azt, amit rutinnak mond a köztudat, és vagy azt mondom, hogy anticipációs képesség. Tehát ez azt jelenti, hogy én már előre vételezem, az én előnyöm az lesz, hogy már van olyan tapasztalatom, hogy bocsánat, egy ilyen baseball sapkás, ilyen kiállású gyerek, ilyen alkati adottsággal, ha meg akar támadni, mivel, tehát milyen jellegű támadást fog indítani. Ez ennyi fórum van, hogy már tudom, mint a sakkba, hogy te mit fogsz lépni. Nem kell ez mágus, ez megint tapasztalat. Tehát találkozunk, sok emberrel, sok tanítványom van, néha provokálom őket, mi a reakció. Tehát én mellé lehet nyúlni természetesen, de nagy számok törvény alapján már van egy beleélő képességem és egy elővételező képességem egy adott szitunál. Ez óriási előny. A fizikai részt is kompenzálhatja, még most. Aztán ugye van az aggasztjánkor, amikor ezt már nem tudom. Hát felvenni a harcot, de akkor megint az van, hogy akkor viszont a tudást, a tapasztalatot át lehet adni már más módszerekkel. Persze vannak trükkök, mert azért becsaptam én is tanítványokat, ezek jó játékok, hogy éppen milyen anyagot törünk, hogy támasztom föl azt. Tehát itt megint egy kis ismeret van, biomechanikai, fizikai ismeretek, hogy ezt a betont nem így, azt a fát nem keresztben, nem szálirányba. Tehát vannak technikai megoldások. Tehát ezekkel a nagyszájú hát tanítvány, bár szerencsére elég fegyelmezett tanítványok vannak, de azért egy-két srácot beültettem így a hintába, és akkor utólag rájöttek, hogy hát, ha nem erővel, akkor gógyival azért még egy kicsit előrébb van a mester, és azért mester. Talán mondhatjuk azt is, hogy egyfelől ugye mindig, hogyha valaki minél többet
tud, lehet, hogy sokkal inkább elkerüli az éles helyzeteket, és ez valahogy összekapcsolódhat nem csak a tudással, hanem a kornak az előre haladtával, és talán mind a kettő valahogy egyfele vezet, hogy inkább elkerülni, mint belemenni. Kérdezik a diákjaim, leginkább a középiskolások, hogy akkor élmények, verekedés. Hát mondom, azért gazdagon el vagyok látva, én is szúrt vágott sebbel ezzel azzal, de én 16-18 éves koromban verekedtem, amikor még ilyen elkezdő kis karatéka, vagy is birkózó, vagy nem is tudom mi voltam. Persze a tiszti lakótelep mindig hozta, tehát ahogy vándoroltunk, ott mindig a helyi srácok megvertek, aztán utána egyesével, mint a filmekben levadáztam őket, de a lényeg az, hogy sokkal többet verekedtem középiskolás, így mondom, koromig, mint már felnőttként. Tehát pontosan ez a bölcsesség, ez az érés már megvan, hogy hát már nem megyek bele olyan szituba, de nem kerülöm azt a milliót, ahol ilyen előfordulhat. Véletlenek vannak. Még azt sem mondom, hogy nem avatkozok be, mert bizony nem egyszer volt olyan, hogy tömegközlekedés előfordul, gyámoltalan idős embert molesztáltak, és akkor attól meg valószínűleg a megjelenés, vagy akinek egy kis esze van, vagy azt a fogás, mert éppen úgy fogtam véletlenül az illetőt, vagy mondtam, hogy és nagyon nyugodtan, bár ez régebben egy picit villanás volt a történet, tehát akkor inkább először ment a kezem, most már szövegben is, végállomás fiúk, leszállás. És akkor abból értik, hogy ott le kell szállni, és békén hagyni az illetőt, mert. Tehát itt sok minden nem múlik már. Megjelenés, kommunikáció. Én azt érzem, ez megint egy összetett dolog. Na most itt megint a kérdésre, ami nem megy fizikálisan, az menjen pszichésen, menjen más jelleggel. Attól félek, hogy úgy leszek, mint általában, akik így pörögnek, hogy egyszer fogják lekapcsolni a villanyt, és nem az, hogy egy leépülést fogok érezni, mert megpróbálok mindig, hát azért max gázon halad. 200%-osan minimum. Igen, tehát ez viszont maximalista vagyok, ezt a környezet tudja, hogy és magammal szemben is, nyilván a tanítványokkal szemben is, de hát ez azért is érdekes, mert az a legutóbbi két világkupán és versenyen, bár nem versenyzés a fő cél a klubnak, csak hogy egy kis reklámot csináljak, öt kedves tanítvány hozott 6 érmet, tehát azért, és ebből aranyak is voltak szép számmal, saját súlycsoportba, és itt vegyes dolgokba, tehát ütőrugó, földharc technikákba, tehát ez igazolja az, hogy jó az istáló, ahol éppen, vagy ez a kis pofonok völgy, ahol dolgozunk. Vagy igazolja azt a mondást, hogy mesteri a tanítványok tesznek. Hát, és jó lenne, ha még fölém nőnének. Érdekes módon az egy-két serleget itt láttak, nagyon kevés verseny az, amit én nyertem. Nekem a versenyek mindig azok voltak, amikor az övvizsgákra, tehát a danvizsgákra fölálltunk, az egyfajta megmérettetés. Érdekes módon nem találtam én ebbe örömet. Tehát fölálltam egy-egy versenyen, meg nyertünk azért egy-két így mondom, versenyt, de engem a versenyzés nem kötött le. Pontosan azért, mert azt mondom, hogy hát ez egy kicsit érdekes, mert lehet, hogy csak ketten indulunk, és én vagyok a világbajnok második helyzet. Tehát van ebbe egy kis külsőség. Én azt mondom, az a saját magunkkal vívott kis harc az érdekesebb. És az, ami a leginkább izgatta mindig is? Hát igen. Tehát mindig jobbá lenni, fizikálisan is, mentálisan is. Hát most már valóban az, hogy én is úgy érzem, hogy a csúcs környékén vagyunk, tehát nem biztos, hogy lehet fokozni. Pontosan azért, mert jönnek a fiatalok, jön az öregedés, és sorolhatnám. Technikákban új nincs a nap alatt. Kihívások, most a szakértői dolgokra visszatérve mindig vannak, mindig újak, és én azt mondom, hogy inkább próbálom most már abba az irányba terelgetni saját magamat is, hogy a meglévőt is tudom, hogy jó meglévő dolgokat átadni. És az az igazi öröm átadni a tudást. Így van. Egy kicsit, mondom, fiatalabb korban sokkal egoistább az ember, és hogy majd igen, meg majd megmutatom, meg kakaskodunk. Most már nem. Most már próbálom a bölcsességet. Még mindig nem vagyok bölcs, mert néha a gyerekek mondják is, hogy gyerekaggyal gondolkodom. Hát persze mondom azért, hogy átlássam, hogy mik a problémáitok, de alapvetően az van, hogy megpróbálom most már én is egy kicsit a tapasztalatot, tehát azt a rutint, amit tényleg nem lehet könyvekből, vagy bár egyéb hát forrásokból összeszedni, csak a saját magunk kapta pofonoktól, hogy ezeket átadni, és kerüljék el esetleg azokat a hibákat, mert nyilván előfordultak, amikbe én beleestem. Legyen a szakmai, legyen az életbeni részben is.